A mai és a holnapi nap témája egy nagyon izgalmas és nagyon mély téma, ami azért előre bocsátom, néha egész fölkavaró tud lenni. A témánk az úgynevezett gyerekkori mátrixok. Ezt így szokták kifejezni a parapszichológiában, illetve a transpersonális pszichológiában. Kimondottan ezek azok a pszichológiai irányzatok, amik nagyon mélyen foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel, illetve az itt keletkező elakadásoknak az oldásával. Természetesen a pszichoterápia is foglalkozik ezekkel, kicsit más módszerekkel. Erről is fogok majd beszélni, hogy mi a módszerek közti különbség, és el fogom magyarázni, hogy mit is jelentenek ezek a bizonyos mátrixok. Ami a lényeg, hogy az emberi életet az első néhány év határozza meg. Tehát az, hogy egy ember élete milyen lesz, azt a pszichológusok azt mondják, hogy 2-3 éves korra eldől. Mi egy kicsit árnyalni szoktuk a képet, és azt szoktuk mondani, hogy ilyen 4-5 éves korra eldől. Konkrétan ez azt jelenti, hogy amilyen élmények értek téged a fogantatáskor, valamint az első 9 hónap folyamán, a születésedig, illetve utána következő 4-5 évben milyen életmódot, milyen viselkedési mintákat és milyen élményeket szereztél a családban, ez fogja meghatározni, hogy felnőttként milyen ember leszel. A személyiséged ekkor alakul ki. Itt alakul ki például az, hogy introvertált vagy extrovertált ember leszel, vagyis kifele vagy befele forduló. Itt dől el az, hogy mik azok az alap személyiségi típus, amihez te majd tartozni fogsz. Tehát milyen lesz a személyiséged. Holnap egy picit azért erről majd fogunk beszélni, a személyiség típusokról. Jó, ma még nem ezzel kezdünk, csak egy kicsit magát a mátrixokat fogom elmagyarázni, illetve annak a mechanizmusairól, energetikájáról. Holnap pedig az így fölépült személyiségről is egy picit mesélni fogok, így magadra sokkal inkább rá tudsz majd ismerni. Az emberi életben ezek biztosítják, tehát a személyiség alapjait, ezek a pici kori élmények. Ugyanakkor ezek úgy biztosítják a személyiséged, a beállítottságaid, az egész életed menetét, hogy te nem tudsz róluk. Tehát nem tudatosítod őket. Jó, ez a lényeges. És amikor arról beszélünk, hogy mátrixok, vagy gyermekkori mátrixok, azok minden esetben azokról az energetikai beidegződésektől önműködő tudat alatt mechanizmusokról szólnak, amelyeket nem sikerül végig gondolni, megérteni, megfogalmazni. Viszont az életünket, a viselkedésünket és a személyiségünket alakítják. Miért fontos egyáltalán erről beszélni, vagy megérteni ezeknek a mechanizmusát? Hát először is azért, mert sosem tudatosítanád egyébként. Kettő, azért is, mert az emberek többsége ezektől szenved. Ezek miatt boldogtalan. De mivel nem tudja ezt, vagy nincs ezzel teljesen tisztában, ezeknek a mechanizmusait nem érti, ezért mindig hárít. A környezetre hárítja a felelősséget. Én azért vagyok olyan, mert ő ilyen, ő amolyan, ezt csinálta velem, amaz csinálta, ilyen volt a gyerekkorom, ilyen volt az apám, anyám, nagyszülőm. A szomszéd bácsiról nem is beszélve. Az igazság az, hogy az első 4-5 év, sőt, már az első 9 hónap nagyon sok mindent határozottan eldöntött. Eldöntötte például, hogy milyen betegségekre leszel nyitott. Eldöntötte, hogy mi lesz a szexuális beállítottságod. Eldöntötte, ahogy mondtam már azt, hogy ki introvertált vagy extrovertált ember vagy-e, magyarul befele vagy kifele nyitó ember vagy. Eldöntötte azt is, hogy humán vagy reál az érdeklődésed. Eldöntötte azt is, hogy depresszív, vagy inkább, tehát negatív, vagy inkább pozitív személyiséged lesz-e, tehát milyen módon fogsz gondolkodni. Eldöntötte azt, hogy hogyan reagálsz majd a környezetedre. Egyáltalán reagálsz-e, vagy inkább megfutamodsz, vagy ha reagálsz, akkor azt milyen módon teszed. Tehát például agresszív ember leszel-e, vagy sem, vagy szelíd ember. Tehát ezek mind-mind eldőlnek az első 4-5 évre. Sőt, amikor elvágják a köldök zsinort, akkor még nagyon sok más minden is úgymond beidegződik. Olyan szinten, nem tudom, tudjátok-e,
hogy amikor a köldökzsinort elvágják, a szervezeted még a gravitációs együtthatót is megjegyzi, vagyis, hogy hogyan álltak a bolygók, a gravitációs hatás milyen volt ott és akkor, ahol elvágták a köldökzsinórodat. Tehát ha mondjuk Kaposváron születtél, akkor más lesz, mint hogyha Pesten születtél. Jó, tehát ezt így megjegyzi, amiben nagyon sok minden belejátszik, nem csak a Földnek az éppen akkori helyzete, de a bolygók egymáshoz való viszonyulásától kezdve nagyon sok más is. Jó, tehát ez mind oda bekerül. Ezen alapul például az asztrológia egyébként, ami ugyanezeket az akkori bolygóállásokat számítja ki, és ezeknek a hatásait próbálja összerakni szépen az életedre. Természetesen ez az emberi egóra hat. Jó? Tehát az nagyon fontos, hogy amiről most ma és holnap beszélni fogunk, az az emberi egóról szól, nem a szellemedről. Jó? Tehát nem arról fogunk beszélni, hogy a fénytested hogy van, meg mint van, mert ő köszöni jól van, minden tökéletes, egészséges, boldog, és arra vágyik, hogy az egód is ezt végre merje megélni. És azért beszélünk majd ezekről az információkról, és azért szoktunk ezekhez oldásokat társítani, fogunk mi is csinálni egyébként itt is, mert azok az oldások, amiket ehhez társítunk, meg egyáltalán az, hogy ezeket megérted, a tudatalattiból a tudatosba felhozod, utána lehetővé teszi, hogy átgondold az életedet, és máshogy csináld a dolgokat, hogy odafigyelve magadra, odafigyelve a rutinodra, odafigyelve a megszokásokkal szakítva, tudjad most végre, legyen erőd ahhoz, és tudásod, hogy máshogy csináld azokat a dolgokat, amik eddig mondjuk szorongással, félelemmel, vagy bármilyen más szinten, de blokkal voltak jelen az életben. A blokk alatt értjük, ez egy idegen szó, értjük azt, hogy megakadsz, elakadsz, tehát elakadások az életben. Ki az, akinek vannak elakadásai az életben? Na, hát akkor ez nektek fog szólni. Ki az, aki nincs, úgy kellett volna kérdezni. Na, ki az, akinek nincsen? Na, nekem van, én bevallom őszintén. Tehát nekem van. Tehát mire elmondom a mait, rá fogsz mondani, hogy neked is van. Ilyen elakadás, mit tudom én, nincs Ferrarid vagy repülőgéped, és autóznod kell reggel korán Kaposváron. Most is viccelek, de szóval nincs ezzel semmi baj. Figyelj, akármilyen szent ember is legyen valaki, akármekkora gurú, hidd el, az ő élete mögött is lehetnek elakadások, vagy olyan területek, amiket nem tud olyan jól menedzselni. Nem tudom, érted-e. Jó, tehát ezt el kell fogadni. Úgyhogy én meg eleve úgy élek, meg úgy igyekszünk élni a párommal, hogy egy kicsit olyan nyitott könyvek legyünk. Tehát nem arról szól az életünk, hogy ne jöhetnél el hozzánk meglátogatni. Eljöhetsz, csak nem vagyunk sosa otthon, de amikor otthon vagyunk, szívesen látunk. Tehát, hogy tehát, hogy ezzel azt akartam mondani, hogy ugyanolyan emberek vagyunk, mint ti. Jó? Ezt néhányan nem értik meg, de majd előbb-utóbb mindenki remélem egyszer megérti. Akkor, ha meghal, majd úgyis megérti, ha előbb nem. Ott utána sokaknak esik le a tantusz. De ami a lényeg, hogy mi próbálunk úgy élni, hogy lássátok, hogy ugyanolyan emberek vagyunk, mint mindenki más. Azon a folyamaton, amikről beszélünk, azokon a tapasztalásokon, amikről beszélünk, és amiket titeket is átviszünk, ezeket mi is megéltük. Jó? Tehát mivel megéltük, megtapasztaltuk, tudjuk milyen, és tudjuk, hogy működik, azért osztjuk meg veletek. Jó? Nem azért, mert mi most ilyen katedráról messziről nézzük, nehogy már bele kelljen esni a dologba. Nem, ugyanúgy beleestünk, ugyanúgy végigmentünk rajta, és ugyanúgy emberek vagyunk, mint ti. De az a jó hír, hogy végig lehet csinálni. Jó? És ha végigcsinálod, akkor nagyon mélyen tud segíteni az életedben, nagyon mélyen tud megváltoztatni, nagyon mélyen tud olyan dolgokat is helyre rakni, amiről nem is tudod, hogy baj volt. De most, hogy föl fogod majd ezeket ismerni az előadásból, mindjárt lesz motivációd is arra, hogy helyre rakd, és lesz motivációd arra is, hogy még jobban gyakorold azt a belső csendet, még jobban, még tartalmasabban, még hosszabb időre rátán magad, hogy éled a csendet, mert az is egy nagyon erőteljes oldó eszköz lesz a kezünkbe, helyre rakó eszköz lesz a kezünkbe arra, hogy az elakadásainkon túl tudjunk lépni. Jó? És egyre jobban fogsz majd bízni az intuícióban, meg a képességeidben, mert azok is nagyon sokat fognak segíteni abban, hogy túl lépj az elakadásokon. Jó, lesz egy-két ilyen mondat, amit azt fogom mondani, hogy vastagon szedve, írd be, háromszor aláhúzva, bekeretezve a füzetedbe. Az egyik ilyen, hogy minden elakadás oka én vagyok. Minden elakadásom oka én vagyok. Jó reggel. Minden elakadásom oka én vagyok.
Te se tudsz még lebegni, látod? Milyen könnyű lenne csak belebegni. Tehát minden elakadásom oka én vagyok. Ez azért van, és ezzel szoktam nyitni az ilyen témájú előadásokat. Ez azért van, mert ha tetszik, ha nem, az, hogy hogyan reagálunk egy helyzetre, és az, hogyan raktározzuk le a tudatalattiba, az rajtunk múlik. A tudatosságunkon, vagy leginkább a tudatlanságunkon. Jó, tehát az, még ezt is nyugodtan írlem, ez is egy annyira fontos dolog, hogy az, hogy hogyan reagálunk le bármit, ami történik velünk, vagy a környezetünkben, tehát, hogy hogyan reagáljuk le, hogyan osztályozzuk, minősítsük, hogyan rakjuk el majd a jövő számára, ami történik velünk, vagy a környezetünkben, azt a mindenkori tudatosságunk, vagy tudatlanságunk alapján tesszük. És nem a külvilágon múlik, nem tudom, érted-e? Tehát a fejedre esik a féltégla, az nem a féltégla hibája lesz. Nem tudom, hogy érted-e. Az lehet simán véletlen is. Vagy merénylet, vagy akármi. Kicsúszott a galamblába alól. Érted? Bárhogy. De az, hogy te hogyan fogod ezt lereagálni, mit kezdesz vele, az már a te döntésed. Érted? Az már a te tudatosságodon fog múlni, hogy ezzel kezdesz valamit, és bepánikolsz vele, és nagy balhé lesz, vagy simán tovább lépsz, és túlérted, kész, le van zárva. Rajtad múlik az is, ha ez bekerül a tudat alattiba, mint egy megoldatlan félelem ok, mint egy engram, ahogy mondani szokták, egy töltés, vagy adott esetben szépen le tudod tudni magadba, és nem kerül be a tudat alattiba, mint egy félelem forrás. Értitek ezt a mechanizmust? Ez csak is kizárólag rajtunk múlik, mindenkinek magán. Az, hogy mi betegít meg, vagy mint tudsz túllépni, mi fog fölidegesíteni, és kire fogsz haragudni, az is csak rajtad múlik, nem rajta, hogy ő mit csinál. Ez nagyon fontos, hogy megértsük, mert ezek az elakadásaink okai. Az, hogy hogyan fogadtunk egy-egy eseményt. Minden esetben az hozza létre az elakadást, ha nincs meg a tudatosságunk, a tudásunk, a módszerünk arra, hogy egy-egy jelenséget kezeljünk. És amit nem tudunk kezelni, abból lesz a elakadás. Sanyi nagyon vágja. Elméletbe. Jó, következő mondat, amit bekeretezni, kétszer aláhúzni színessel szedve. Vastagom. Minden, ami most történik veled, tehát írjuk így, hogy minden, ami most történik velem, az az elmúlt 7 év kemény munkája volt. Minden, ami most bevonzódik az életedbe, azt az elmúlt 7 év viselkedése, reakciói, tudatossága, vagy épp tudatlansága teszi veled, hogy bevonzódik. Figyelj, nem a többiekről beszéltem, nem is a tévéről, nem is a médiáról, nem is a politikusokról, hanem rólad. Tehát amit ma bevonzasz, azt az elmúlt 7 év alatt vonzottad be, azzal, hogy az elmúlt 7 évben hogyan éltél. Jó, ez mindenre vonatkozik, még a betegségeidre is. Jó, hogy milyen betegséged van ma, az azon múlik, hogy az elmúlt 7 évben hogyan bántál a testedbe. Miket ettél, hogyan mozogtál, vagy sem, és így tovább, és így tovább. Jó, az, hogy ki van jelen az életedben most, az az elmúlt 7 év bevonzásainak az eredménye. Az, hogy az elmúlt 7 évben hogyan viszonyultál, hogyan reagáltál, hogyan kezdtél, és mit kezdtél különféle eseményekkel, folyamatokkal, arról, hogy mennyire voltál tudatos, vagy épp tudatlan. És ha most vannak dolgok az életedben, amivel nem tudsz mit kezdeni, tehát amivel tudatlan vagy, és ezért elakadásokként fogalmazod meg, az is az elmúlt 7 év munkája. Tehát ne másra haragudj, ne a párodra haragudj, ne a főnöködre haragudj, ne a gyerekedre haragudj, senkire ne haragudj, mert te vonzottad be. Mondják úgy is keleten, hogy a te karmád. Minden, ami ott van az életedben, az összes kapcsolat is, kapcsolódás is, esemény is, helyzet, kialakult szituáció is, az mind-mind a te karmád, te vonzottad be. Jó? Ezért nem hőbölögni kell, meg harcolni, meg küzdeni, meg szenvedni, meg másra köpködni, meg izélni, hanem végig kell gondolni. És föl kell számolni. Úgyis ki fog mindig derülni, hogy melyik a valós, mi az igazság, mi van a helyén, és mi nincs a helyén, és ami nincs a helyén, azt el kell engedni. Jó, majd erről is lesz még szó. Mert tulajdonképpen a szellem mindig az oldásra törekszik, az oldás alatt pedig az elengedést értjük.
ha valamit már elfogadok, hogy oké, ez itt van az életemben, és nem sikerült, nem vagyok, nem voltam erre tudatos, ja, ez nem is kéne, inkább az életemben legyen, azt, ha ezt már így el tudod fogadni és kimondani, akkor el is tudod engedni. És amikor elengeded, föl is szabadulsz. Jó? Tehát akkor megtörténik az oldás. Ez a mechanizmus. Majd erről is lesz azért még egy kicsit bővebben is szó. Ami a lényeg, hogy az életünk tele van különféle, úgymond elakadásokkal, és itt, amivel foglalkozni fogunk, azok olyan elakadások, amikről nem tudunk. Mert hogy az elmúlt évben mit szedtünk össze, azért az nagyjából azért úgy, szerintem azért többé-kevésbé fölfogtuk, ugye? Ki az, aki úgy fölfogta, hogy mit szedett össze az elmúlt 7 évben? Nagyon jó. Mivel ezt föl tudod fogni, mert felnőtt vagy, meg tudtad fogalmazni, amit meg tudtál fogalmazni, ugye azt tudsz tudatosítani, mert igazából, amikor szavakba öntöm, megfogalmazok egy-egy jelenséget, magam számára semleges külső szemlélőként, azt tudatosítottam. Ez a tudatosítás folyamata. Amit tudok tudatosítani, hidd el, azt el is tudod engedni azonnal. Ezért nagyon fontos, hogy ami nem tetszik az életünkbe, az elől nem meneküljünk, ne dugjuk fejünket a homokba, hanem fogalmazzuk meg, öntsük szavakba, nézzünk szembe a problémával, fogalmazzuk meg benne a szerepünket, a karmánkat, és fogadjuk azzal, hogy ezt így megfogalmazzuk és tudatosítjuk, fogadjuk el. Jó? Amit így módon leírsz, kiírsz magadból, azt még könnyebb tudatosítani, ezért azt szoktam kérni, hogy fogjatok egy üres fehér lapot, vagy egy oldalt akár, és a következő napokban, amíg friss ez az élmény, írd össze, hogy az elmúlt 7 év karmái. Jó, írd nyugodtan le magadnak, megmondom, miért írt ki magadból, mert amikor leírod, az rajtad kívülre kerül, tehát könnyebben válsz annak külső szemlélőjévé. Jó, tehát vedd a fáradtságot, hogy ezeket kiírogatod, és leírod rá, hogy elengedve, piros filccel, és utána tekerd össze, és égesd el egy gyertyán, lánggal. Tehát égesd el azt a papírt. Jó? Legyen egy ilyen házi feladat. HF. Most csak azzal foglalkozunk, ami most az bőven elég, az elmúlt 7 év hidegből. Úgy képzeld el, hogy még a fizikai szervezeted is így működik. A biológiai tested is 7 évente cseréli le a teljes sejtállományt. Minden. Minden. Tehát 7 évente teljesen újak a sejtjeid. Tehát egy... Hát, ha nagyon, nagyon jó az észrevétel, az ismerőseidet is le kéne cserélned 7 évente, ha fejlődsz. Ha nem fejlődsz, akkor maradnak, akkor nincs változás. Sőt, nagyon sokaknak föltűnik, hogy 7 évente például az életében a munkában is változás van. Ha nincs változás 7 évente a munkádban, akkor nincs fejlődés a szakmádban. Jó, tehát ez a 7 éves ciklus jellemző egyébként az egész életünkre. Olyannyira, hogy az első 7 év az arra szolgál az életünkben, hogy a testünket megtanuljuk kezelni. Tehát a biológiai szinten. A következő 7 év arról szól, 7-től 14 éves korig, hogy a lelkünket, az asztrális szinteket megtanuljuk kezelni. Tehát megtudjuk, mi az, hogy érzelem, indulat, vágyak, akaratok. A következő 7 év 14 és 21 éves kor között az elme használatának a megtanulása. Kéne, hogy legyen. Jó, a 21-28 éves kor arról kéne, hogy szóljon, hogy megtanulod az test, a lélek és az elme hármasságát kezelni, és kialakítod az önmagadról alkotott képet. Tehát az ego akkor alakul ki 28 éves korra. Jó, és akkor 28 éves kor után jönne az, hogy párkapcsolat, gyerekek, és elfoglalom a helyemet, és azt élem, amit élni akarok. Tehát olyan helyen dolgozok, azt csinálom, amire vágyom. Na, itt már sokan elmaradnak általában. És akkor 35 és 42 éves kor között kéne igazából nekiállni, fölkészülni az igazi spirituális életcélra. Tehát 35-42 között. 42. évtől pedig be kéne állni az úgymond a dharmába, tehát arra az életre, arra a foglalkozásra, tevékenységre, amit a szellemed szán neked. Tehát 42-től. Azt ki tudod számolni, hogy 42 meg 7 az 49. Jó? Hát ez a 49-es kor után, 56 éves korodig teljesen be kéne ezt tölteni. Teljesen be kéne tölteni, oly módon, hogy abban
teljesen fölépítsd magadat. Jó, és akkor majd 59 éves kor után, vagy 56, köszönöm, matekból nem vagyok annyira, az, amíg vannak, látod, elakadásaim, deriválni se tudok, érted, és osztani se, azt se tudom, mi az. Szóval, ami a lényeg, hogy 56 éves korod után pedig aztán benne kéne már esni abban az időben, mert a gyerekeit kezdenek mások után érdeklődni, és aztán majd jönnek az unokák 56-tól, és ez a 63 éves korig tartó időszak, így ez a unokák megérkeznek időszak, és az élet a darmával kapcsolatos tapasztalatok összesítése, majd pedig annak el is kell kezdeni azt értelemszerűen 63 éves kortól megosztani, tanítani. Jó? De ők azok a vének, akiket így emlegettek régen, hogy a vének, a falu vényei, vagy a város vényei összeülnek, és teljesen mindegy, hogy ki a politikai vezetők, ott vannak, meg vannak hívva, hogy a tapasztalataikat megosszák. Persze az csak azt tudja megosztani a tapasztalatát, csak az lesz boldog, csak az lesz elégedett és erre képes, aki a helyén volt. Tehát aki megtalálta a darmáját, megtalálta, hogyan élvezze az életet, mi az, amit szeret csinálni. A boldogtalan, megelégedetlen ember nem tud tanácsot adni, az maximum csak nyafogni tud. Nézzetek körbe a jelen nyugdíjasok között. Azért a többségük sajnos csak nyafogni tud, és jellemzően mindig azok az emberek nyafognak, fiatalon is, vagy idősen is, akik nincsenek a helyükön. Ezt így szoktam kifejezni. Hogy aki megtalálta az élet célját, az élet feladatát, aki megtalálta, hogy mi végre született, az boldog és nem nyafog. Itt egy dolgot még megemlítek, ha már itt ezt elmondtuk, ezeket a 7 éves ciklusokat. Vannak, nem így mondom, az emberek többsége. Most tessék megkapaszkodni és magunkba nézni. Az emberek többsége a párkapcsolatért lemond a saját a boldogságáról. Ezt le lehet írni. 99%. Nem mondom, hogy 99, vagy 98, vagy hány százalék, inkább nem megyek bele, de az emberek többsége a párkapcsolatért lemond a saját életéről. Ha itt vagy, és boldogtalannak érzed magad, az ezért van. Vizsgáld meg a kapcsolatodat. Vajon miért nincs most itt veled? Már ennyi kérdésre. Erre meg tudsz válaszolni, akkor erre is megválaszolt a félig. Ha tetszik, ha nem. Az a baj, hogy ezt valakinek előbb-utóbb ki kell mondania ebben az országban is. Én ezt fölvállaltam, persze kapunk érte mindent. De inkább kimondom. Jó? Az egy nagyon nagy tanulás, hogy az ember fölismerje ezt, és bemerje vállalni. Pláne, ha mondjuk vannak gyerekek is, ugye? De ha nincs gyerek, akkor mert bevállalni is. Ha meg fölnőtt a gyerek, akkor azért is merheted bevállalni. Hidd el, hogy a gyereket tudja, hogy boldogtalan vagy. És ő se boldog azért, mert te boldogtalan vagy. Ezek nagyon fontos dolgok, és sajnos a mai társadalomban annyira túl van értékelve a szerelem, a romantika, meg a minden, hogy az emberek minden elé helyezik. Én azt mondom neked, hogy a bölcs ember, a tudatos ember a darmát helyezi legelőre, és lehetőleg már fiatalom. Itt vagytok ti fiatalok, tessék ti ezt, már meg tudjátok csinálni. Ha az életcélodat, a darmádat helyezed előre, akkor olyan partner fogsz tudni bevonzani, mert bevállalod már a darmádat, aki mellett boldog tudsz lenni. Érted? Mert olyannak fog elfogadni, amilyen, és azzal a darmával, amit bevállaltál. Értitek ezt? Minden más onnantól mese. Az az ember, aki a darmáját nem vállalja be, mert így a szülők, meg így a társadalom, meg így az elvárás, meg ennyit kell keresni, meg annyit kell keresni, vagy akármicsoda, mindenféle kifogás van, az nem fog tudni olyan párkapcsolatot bevonzani, amelyik a darmájában fogadja előt. Nem tudom, hogy értitek-e. Jó? Ez nagyon fontos, mert egyébként lehetetlen a boldogságot megtapasztalni. Ha nem vagy a helyeden, nem leszel boldog. És lehet párkapcsolatod, akármennyi. Akármilyen jó csávú, vagy bármi, vagy szép nő, vagy bármi, nem leszel boldog. Nem leszel boldog. Jó? Tehát ezt nagyon meg kell érteni. És ez tudom, hogy a mostani trendek ellen megy, amit mondok. De azt is tudom, hogy ez feltétele a boldogságnak. Jó? Ha tetszik, ha nem. Én ezt bevállalom. Kimondom. Ezt is fölrakhatod nyilvánosba. Ezt a videót? Hát ezt, amit most mondtam. Ja. Jó? A legnagyobb elakadás a párkapcsolat.
A legnagyobb elakadás a párkapcsolat az emberek életébe, és ezt muszáj kimondani a valakinek, én ezt bevállalom ebbe az országba, legfeljebb majd elköltözöm, ha már. Úgy döntenek itt, hogy száműznek. A pároddal költözöl el azért. Persze, nem kérdés, jön mindenhova velem. Jön mindenhova velem, tehát ez nem kérdés. Azért a párom, tudod, ez így működik. Őszinte vagyok, volt már pár kapcsolatom, pár kapcsolatom, de általában nem jöttek velem, úgyhogy inkább elmenekültek. Jó? Ami a lényeg tehát, hogy miért is beszélek például a párkapcsolatról? Mert a párkapcsolatod eldőlt, amikor elvágták a köldökzsinort. Igen, jól hallod. Te azt hitted, hogy te hú, de nagyon tudatosan választasz, mi? Eldől akkor, amikor elvágják a köldökzsinort. Sajnos ez nem mindenkinek tetszik, utólag. De tudod, amíg a lilaköd, a rózsaszínköd, meg a szerelem, meg a minden ott van, addig ugye az ember nem veszi ezt észre. Hogy jé, már megint úgy választottam, hogy követtem a családi mintákat. Mert végül is mi történik az első 4-5 évben? Szavak és gondolatok nélkül, tudatosítás nélkül lemásoljuk a szülők mintáit. Ez történik velünk. És ez a másolás létrehoz energetikai mintákat a tudatalattiban is, amelyeket nem fogalmaztunk meg, hiszen gyerekként még nem tudjuk megfogalmazni, de követjük őket, és aztán ezzel töltjük az életünket, hogy követjük a mintákat, és vagy sikerül, vagy nem. Vagy jó lesz, vagy nem. Amikor a szülő, az anyuka mindent elmond a gyerekéről, és panaszkodik, akkor azt szoktam mondani, figyelj, te akkoriban hogy éltél? Például, amikor megfogant a gyerek, hogy éltél? És mondja, hát az olyan buli volt, csoda, hogy nem fekete. Vagy nem nyerít. Ismertek ezt a viccet, nem? Megkérdezi a kínai kisfiú, hogy anyuka, miért van, hogy apuka fekete, te fehér vagy, én meg kínai. Fiam, te az akkora buli volt. Ha tudnád, hogy ott mi ment, hát akkor csodálkozom, hogy egyáltalán nem is nyerítesz vagy. Na, viccet félretéve. Az, ami, ahogy anyuka él, ahogy apuka él, ahogy megfogansz abba a környezetbe, abba az energetikába, és ahogy fölnősz az első 9 hónapba, majd tudatlanul, akaratlanul is, de nevelnek 4-5 éves korig, az dönti el, hogy milyen életed lesz. És ezek azok az energetikai beidegződések, amik azért energetikailag és nem mentálisak, tehát azért nem tudod tudatosítani őket, mert pici korban még nem gondolkodsz. Nem tudom, észrevetted, hogy nem gondolkodsz piciként? Ki az, aki észrevette, hogy 4-5 éves korig még nem igazán gondolkodott meg agyad? Ki az, aki észrevette, hogy az... Emlékeztek? Anya mélyben gondolkoztál már a dolgokon, hogy mi megy mégiscsak? Filozófia, egyebek, nem nyomtad? Eszedbe nem jutott, mi? Vajon miért? Miért nem gondolkodnak a gyerekek piciként? Jelenben vannak. Egyik se. Működnek az extraszenz képességek. Egyik se jó válasz. Hát van egójuk, mert ott... Nem, egyik se jó válasz. Tű gyerekek, ez pedig alapvál. Figyelj, nem használ nyelvet. Ez a titka. Nem a beszéd, gondolkodásról van szó. A beszédhez egyébként ugyanaz kell, mint a gondolkodáshoz, de a beszéd mindig arról szól, amiről gondolkodsz. Érted, amit mondok? Az már csak egy szöve, ez olyan, mint az írás, meg a beszéd. Az már egy szövődmény. Társult dolog. És olyankor még az, amikor egy gyermek nagyon sok évig nem bír megszólalni, nem mond semmit, tud mindent. Fölösleges beszélni, akkor nem beszél. Okos gyerek nem beszél fölöslegesen. Van, most mondok egy példán. Van, amikor eltelik 2-3 év, és a gyerek nem beszél. Nekem volt ilyen esetem. Igen. Jött a szülő, hogy rám bízta a gyereket, hogy valami, hát nem beszél a gyerek. Mondom, gyere gyerek, menjünk sétálni. És mondom neki, mondom a kicsinek, hogy legugoltam, mondom, figyelj, nézz a szemembe, belenézett. Tehát értette a dolgot. Mondom, figyelj, lehet, hogy anyánál, meg apánál működik, meg mindenki másnak az, hogy de nálam mondani kell, van valami, oké? Elindultunk. Mentünk egy métert, ott állt a parkoló autók sorvosok, és sorolta Opel, Mazda, és sorolta a márkákat. Mondom, beszél ez a gyerek, nincs ez a baj. Még az automárkákat is ismerem. Az apja kínjából, hogy 3 évesen még nem beszél, már mindent próbált magyarázni. Este hazaviszi a gyereket, a szülő fölhív ordítva.
hogy én mit csináltam ezzel a gyerekkel, mert az volt az első szava, hogy nem tudom én, Ford, és nem az, hogy apa vagy anya. Hát mondom, figyelj, te tanítottad az automárkákra, nem én vagyok a hibás. Én csak fősoróta, épp amit látod. Tisztázni kellett a játékszabályokat. A gyerekek nagyon okosak. Nagyon okosak. És amikor elég a szülőnek egy vagy egy rámutatás, akkor minek beszél? Miért beszél? Tudod, miért nem akar a gyerek sokszor beszélni? Mert a beszédhez energia kell. Ő meg ezt még érzi. Te már elfelejtetted érezni, és beszélsz egész nap, és csodálkozol, hogy este fáradt vagy. Próbálj ki egyszer egy napot, hogy nem kell beszélni. Nem kell beszélgetni, főleg nem ilyen egós dolgokról, mindennapok hülyeségeiről, meg a többiek elakadásairól. Ha gondold végig, hogy mivel töltöd a beszélgetésed 90%-át? Na, beszélünk. Most a beszédről. Az agyalás az még előtte van a beszédnek. Először agyalsz, aztán kibeszéled. De mégis az emberek miről beszélgetnek egymással? A múlt, a jövő, ami még egyiken se tudsz már változtatni, panaszkodnak, meg a sok hülye kis értelmetlen beakadásaikra. Érted? Paráikra. Na most akkor ennek van értelme? Akkor van az a mondás, azt is írd be keretezve, kétszer aláhúzva, pirossal szedve. Csak akkor szólalj meg, ha tudsz bölcsebbet mondani a csennél. Ismerős ez? De sokszor jusson eszedbe, ne csak néha. És ne csak utólag. Jó, csak akkor szólalj meg, ha tudsz csennél bölcsebbet mondani. Jó? Na de mégis, miért nem tudatosítjuk ezeket a gyerekkori beidegződéseket, traumákat, sérüléseket, blokkokat, elakadásokat? Mert még nem gondolkodunk. Értitek? Azért nem gondolkodunk, mert nem használjuk a nyelvet. És mivel nem használjuk a nyelvet, nem tudjuk megfogalmazni, hogy mit miért érzünk, hogy mi történik velünk. Értitek ezt? Ráadásul összefüggésekben sem tud gondolkodni. A gyerek akkor lesz iskola érett, amikor tud összefüggésekben gondolkodni. Ez azt jelenti, hogy megrázzuk a fát, leesik az alma, koppan a cica fején. Érted? És akkor nem az. És akkor ennek a folyamatát így végig tudja rakni egymás után. Értitek ezt a dolgot? Ezt a gondolkodásnak, ezt a folyamat látóképességét, vagy összefüggésben, rendszerben való gondolkodás képességét a mesékkel tanulják meg a gyerekek. Tehát a sok-sok mesén keresztül, hogy történik valami, abból azt következik. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy a gyerekeknek legyenek mesélve rendes, igazi mesék. Nem a YouTube-on, meg a nem tudom, hol nézi a meséket, ahol ping, bam, 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 meg ilyen hangok mennek egész végig, azt se tudod már 5 perc, hogy mi történik egyáltalán, hallgatod a konyhában, míg főzöl, vajon mit néz a gyerek? Mert egy szó nem hangzott el. Tehát semmi összefüggés nem kap, nem tudom, hogy értitek-e. És ezért van az, hogy a mai fiatalok, hát igen, néha olyan kopogósan kemény a fejük, mert nem tudják összerakni az A-t meg a B-t, hogy az egymás után következik. Jó? Tehát a gyerekeknek nagyon fontos ezért mesélni, 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 és az a legjobb, ha az agyában teszi össze a képeket, nem pedig a képernyőn, és mindig a mesében, mindig folyamatok történnek, és így tanulja ő is meg az úgynevezett struktúrált gondolkodást, az összetett gondolkodást, amikor egyik esemény jön a másikból, vagy akár párhuzamosan ezeket észbe tudja tartani. Amikor ezt megtanulják, akkor érik el az iskola érettséget. Akkor mehetnek suliba. Ezt vizsgálják ilyenkor, és azt mondják, hogy oké, mehetsz suliba. És akkor beirathatod az iskolába a gyereket, és milyen boldog vagy, hogy ma most szabadok lesznek a napjaid. A gyerekek, amíg ezt a struktúrált gondolkodást nem tanulják meg, addig nem képesek arra, hogy a velük történő, őrájuk érzelmileg és fizikailag is ható eseményeket összerakják, azok közt az összefüggéseket megértsék. Értitek? Mondok egy példát. A anyukát leszúrta a főnök, ja, az se jó, leszitta a főnök, de legalább fölébrednek, tudom. Leszitta a főnök, és aznap ezért nyűgös. Elmegy érted az oviba, de most nem olyan türelmes, nyűgös, haza akar már jutni, hagyják őt békén, és türelmetlen a kicsivel.
Jó, és most nem álltok meg a kedvenc játékboltodnál, sem a fagyisnál, sem a szomszéd bácsinál, hanem mentek haza, és akkor a gyerek azt érzi, hogy anya ma más, mint szokott lenni. Anya ma nem szeret annyira. Mert ezt még megérti, érzi. Viszont ezt ő magára is fogja venni. Tehát ő nem fogja megérteni azt, ha anya elmondja, hogy a főnök így meg úgy, ő azt nem fogja megérteni, de fog arra reagálni, hogy anya ma nem olyan, mint szokott lenni. Értitek? Anya megváltozott. Valamit rosszul csináltam, de mit csináltam rosszul? Érted? Ezt úgy hívjuk, hogy magára veszi. A picik, akármilyen furcsa, mindent magukra vesznek. Egyébként ez a mechanizmus nagyon sokáig megmarad a gyerekekben. Tehát még akár egy 15-16 éves tinédzserben is lezajlik egy-egy ilyen pszichés reakció. Mondjuk apuka megcsalja anyukát, gyerekek megtudják. Hiába lenne logikus, hogy miért történik, ha elmagyarázzák a szülők, ő nem fogja megérteni. Mert neki még nincs tapasztalata, érted? Ő még nem csalt meg senkit. És innentől kezdve, még tinédzser korban is a gyerekek ezen besérülnek. Jó? Hát felelősség ez is. De ezt azért mondom csak, hogy lásd, hogy ezek a mechanizmusok bizonyos meg nem élt tapasztalatokkal kapcsolatban egész fiatalkori felnőtt korban is ott vannak, illetve ha valaki viszonylag keveset tapasztalt az életből, akár az életét végig is kísérheti az ilyen fajta besérülés, mondjuk így, vagy magára veszi a dolgokat viselkedés, pszichés reakció, egész egyszerűen azért, mert amivel nincs tapasztalatunk, azt magunkra tudjuk venni. Amit nem értünk, azt magunkra tudjuk venni. Értitek? Most is felnőttek is sokan vannak, akik mindent magukra vesznek. Jó? Például, ha gyerekkorban sokat bántanak egy gyereket, akár tizenéves koráig, az később is egy párkapcsolatban is mindig mindent magára fog venni. Nem tudom, hogy értitek-e. Mert a tudat alattia majd így fog működni. Ez benne van a mátrixában, ezt ő megtanulta, hogy így működik és kész. Na ez az, ami egy energetika és nem tudatos folyamat. Őnekik azt majd külön meg kell tanulni, hogy nem kell magukra venni a dolgokat. És az bizony már felnőttnek kell lenni, hogy ezt valaki meg tudja tanulni. És ez a pszichoterápia lényege, hogy ezeket megtanulják a felnőtt korban akár az ember. Tehát ez egy ilyen példa volt, hogy a picik mindent magukra vesznek, mert a struktúrált gondolkodás miatt nem értik, nem tudják megfogalmazni, hogyha valami fáj, valami rosszul esik, az nem miattam van feltétlenül. Értitek ezt? Sőt, elmondom, ami 8-9 éves korig megél egy gyermek, az nem miatta van. Közben pedig a mátrixba, a viselkedésbe, a személyiségbe beépült. És nagyon sok minden épül be. Hát láttál már tökéletes szülőt? Jó, akaratlanul is vannak olyan dolgok, amik úgy épülnek be a mátrixba, hogy az én hibám, én ilyen vagyok, engem nem lehet szeretni, engem nem lehet elfogadni, én nem vagyok elég szép, én nem vagyok elég ügyes, én rám nem érdemes figyelni, én nem vagyok senki, és így tovább. Ismerősek ilyen érzések? Vagy bizonyítanom kell. Muszáj, kell. Ismerősek ezek a szavak? Miért vannak ott benned vajon? Mert ez mind akkor szedted össze. Jó? Ilyen, hogy maximalizmus ismerős? Ezt is úgy szedjük össze akkoriba. Akkor figyelnek ránk, ha valamit leteszünk az asztalra, és az nagyon csúcs szuper. Egyébként nem figyelnek ránk. Jó? Vagy elmondja a gyerek, hogy így akarom, vagy úgy akarom. Ismerős? A gyerekek nagyon tudnak akarni. Két-három éves korban már tudják azt a szót, hogy akarom. Pedig lehet, hogy te nem is tanítottad neki. Mert jól nevelt módon te csak szeretnél mindent, és akkor elmagyarázod neki, hogy nem úgy mondjuk, hogy akarom, hanem úgy mondjuk, hogy szeretnék. Ismerős ez a sztori? 4-5 éves korra ezt mindenki megtanulja, hogy szeretnék van. És mi van akkor, amikor szeretnék van, és nem akarok van? Lemondás van. Lemondás. És az lesz a mátrixodban, hogy le kell mondani a te saját vágyaidról. Nem érdemes, nem lehet, nem szabad, nem kell bevállalni az vágyaidat, tehát nem lehet a vágyból akarat, nem vállod azt be, mert azt kell mondani, hogy szeretnék. Az egy feltételes mód, nem tudom, ismerőse. Nyelvtanban ez azt jelenti, hogy hát, ha megengedik, akkor majd fogom szeretni. De ha nem engedik meg, akkor nem fogom szeretni se. Nem tudom, hogy értitek-e. Pedig ez az akaratból indult volna ki. Jó? Ez egyébként a akarat csakrát, a plexus solariszt is blokkolja, és a szív csakrát is
ami ráadásul az elfogadás csakrája. Tehát ezért van az, hogy annyi a lelki beteg a nyugati világban, mert ők nem tudnak akarni. Nagyon érdekes téma, mi járunk, vagy én legalábbis nagyon sokat utaztam, most már a nejemet is rávettem végre. Nem volt nagy meló. És elmentünk, például most voltunk az arab világban, így Közel-Keleten egy kicsit pókláztunk, 3 országban voltunk, és lehetett látni, hogy ott teljesen természetes, hogy a gyerekek akarnak. Tehát nincsen, hogy nem akarnak. Viszont amikor a szájukból hallott, hogy akar, abban semmi támadó nincs. Tehát semmi olyat nem érzel, ami rosszul esne. És amikor magyarul beszélő, de kint élő emberek is használják ezt a szót, hogy akar, mert természetes azokon a nyelveken, hogy akarnak és nem szeretnének, akkor érezni benne, hogy ez teljesen semleges. Tehát nincs benne valami harc vagy küzdelem. Nem tudom, hogy értitek-e. Tehát nincs benne semmi támadó energia. Igazából nincs oka annak, csak egyetlen egy dolog, hogy miért törik meg a gyerekekben az akaratot. De ezt azért beszélek ennyit erről, mert ez például egy nagyon erős karaktere a Matrixunknak, hogy nem tudunk akarni. Ez egy germán hatásra jön. Német hatásra. István király, tudod? Meg a neje. Behozzánk ezeket a dolgokat, és utána kezd a magyar nyelvben ilyen furcsaságok megjelenni. És meg a magyar etiketbe. Az a lényeg, hogy az az ember, akinek le van törve a vágy és annak bevállalása, és a szív csakrába a szeretet is csak feltételesen jön ki a száján, feltételesen fogalmazódik meg, és feltételesen használja a gondolatvilágában, az az ember lemond a saját útjáról. Érted? És a külvilágtól teszi majd függővé, hogy milyen lesz az ő élete, mik lesznek a döntései, mik lesznek a bevonzásai, és ez az a pont, ahol az emberek többsége a darmájáról lemond, és helyette inkább a manipulálhatóságot vállalja. Nem tudom, érdeke. Tehát nehogy azt hitt, hogy a tévénkvel kezdődik. Ez több száz éve így, 1000 éve így megy a magyarba. A magyarokról, mikor még ide bevonulnak, abban az időszakban, az a korabeli történészek azért pár szóval megemlékeznek, meg ezekről a hun törzsekről. És leírják, hogy nagyon határozott, nagyon erős, ellenállhatatlan, tehát ott nem is nincs olyan, hogy ellenállás, tehát ha ők akarnak valamit, az úgy van, tudják, hogy mit akarnak, és nagyon virtusos, tehát nagyon temperamentumos és erőteljes, megnyilvánulású népek. Ezt én nem tudom, érted-e ezt, amit felsoroltam. Tehát nem olyan nyámnyila, mint ma. Tehát nem lehet lenyomni valamit a torkánnal. Bemondjuk a tévéhíradóba, és úgy lesz. Vagy zugiba a kormány eldönti, és úgy lesz. Vagy az önkormányzat meg se hirdeti, de eldöntötte, és úgy lesz. Mint ahogy most megy egyébként Európa szerte. Mert az új latin nyelvekben ugyanígy van megfogalmazva, a germán nyelvekben ugyanígy van, sőt, most már a szláv nyelvek is így használják. Tehát az európai kultúra, beleértve éppen az angol száz kultúrát is erről szól. Jó? Mi nem ilyenek vagyunk, tehát nem ilyen vér van bennünk. Ébresztő. Ébresztő. Hanem egy olyan vér, ami azért tud összefogni, mert közös a darmánk. Nem tudom, értitek-e. Közös a küldetésünk. Nem tudom, értitek-e. Elvesztve azt a közös küldetéstudatot, elvesztve a közös darmát, a közös nyelvet, a közös tudatosságot, a magyar azóta mit csinál? Széthúz és egymás ellen harcol. Értitek ezt a mechanizmust? Tehát ott kéne valahol ezt majd rendbe rakni, hát még nem tudom hogyan, de jó lenne rendbe rakni. Ugyanez zajlik le az ember életében picibe. A picike gyerekben ugyanez zajlik le, amikor megtanul gondolkodni, már úgy tanul meg gondolkodni, hogy nem akar semmit, csak szeretne. És ez mind beépül a Matrixba. Milyen Matrixba tud beépülni? Egyáltalán milyen Matrixok vannak, és az mikben befolyásolnak? Az első Matrix, és talán a legfontosabb, azt úgy hívjuk, hogy fogantatási Matrix. Tehát én ezt így szoktam megnevezni, hogy fogantatási Matrix. Abban a pillanatban, amikor megfogan a baba, egy energetikai térbe érkezik, amely energetikai teret, vagy mondhatnánk egregort, a család építi föl.
Ebben benne vannak a nagyszülők, tehát a két család, a testvérek, rokonok, akik közel állnak, és persze anya és apa. Ha tudatos a pár, gyerekvállalás előtt rákészül arra, nagyon tudatosan. Tehát közösen tervezik az életüket, közösen tervezik a gyerekvállalást, közösen tervezik meg nagyon pontosan lépésről lépésre, hogy mit hogyan, készülnek lelkileg, mentálisan arra, hogy lesz gyerekük, hogy azt hogy fogják nevelni, és így tovább. Ehhez összehangolják szépen az ő saját világukat, gondolatvilágukat, lelkivilágukat. Ennek részeként összeköltözik ugye a pár, elköltözik a szülőktől mindenki, és ők ketten közösen építenek föl egy otthont, raknak fészket, ahogy mondani szoktuk, és ez egy nagyon fontos része, hogy anyagilag, lelkileg és mentálisan, tehát az ego mind három szintjén tudatosan összehangolódnak, együtt élnek, és ebben az összehangolódásban ott van az a vágy, az a fölkészülés, hogy esetleg babát is szeretnének. Jó? Ez plusz az, hogy a szülők ebben hogyan segítenek, hogyan fogadják el a mennyt, vagy épp a vőjelöltet. Tehát ezzel az úgymond a nagyszülők is, a leendő nagyszülők is nagyon komoly részt vállalnak. Az, hogy milyen szeretet van abban a családban, vagy épp milyen széthúzás, milyen irigykedések, milyen drámák, milyen haragok, indulatok vannak, ez mind része lesz ennek az egregornak. És ebbe születik be, ebbe fogan bele először is, ebbe fogan bele majd a baba. És az, hogy milyen energetikák fogadták őt, amikor megfogam, az az energetika a fogantatási mátrix. Ebben ilyenek vannak, hogy akarnak-e gyereket egyáltalán, vagy épp nem akarnak gyereket, vagy milyen nemű gyereket akarnak, és milyen fogantatik meg. Vagy ilyen, hogy apa és anya szereti egymást, vagy nem szeretik egymást. Véletlenül jött az össze a gyermek, vagy azért, mert tényleg szerettek volna a gyereket. Ez mind meg fogja határozni. Mind meg fogja határozni, hogy milyen lesz az a gyermek felnőttként. Miket is határoz meg a fogantatás? Először is nagyon fontos, hogy akarják-e a gyereket. Az a gyermek, akit nem akarnak, de becsúszott, az a gyermek nem fogja találni a helyét a világba. Tehát ő úgy fogja fiatalon érezni magát, hogy nincs értelme az életnek, minden szar, semmi nem jó. Ő neki csak egy kallódás az élet, minden nehéz, meg nem is kell neki semmi, nem lehet fölhozni, földobni. Nagyon sokszor, nagyon sok most például a mai fiatalokat nézzétek meg, rengeteg az apátiás fiatal. Tehát akinek mindegy. Ismertek ilyeneket? Na, őket nem akarták. Ennyi volt csak a hibájuk. Nem az ő hibájuk, de ők magukra vették. Nem tudom, érted-e? Én ide nem kellek. Ha később a szülők marják egymást, sőt, úgy van, hogy nem akartak gyereket, de egymást se szerették, akkor ő még azt is fogja érezni, hogy őt se szeretik. És a szülők azért nem szeretik egymást, mert ő jött. Nem tudom, hogy érted-e? Tehát még a szülővel szembe is lesz egy ilyen kisebbségrendűségi érzése. Nem kellett volna megszületnem, nem kellek én ide. Nagyon sokan közülük egyébként öngyilkossággal végzik. Tehát általában az öngyilkosok szinte mind kivétel nélkül ezen átmentek. Jó? Aztán, hogyha még a nagyszülők se, minek kell egy gyereket vállalni, amikor ilyen hülyék vagytok, mondja a mama, érted, a lányának, akkor ezt a gyerek úgy fogja megélni, hogy még a külvilág se akar engem. Tehát esélyem nem lesz arra, hogy valaki szeressen és akarjon engemet. Érted? Tehát ők lesznek azok az emberek, akik nem fogadnak senkit majd be a szívükbe. Még ha lesz is kapcsolatuk, igazából soha nem fognak tudni senkit beengedni, befogadni, szeretni. Mert mivel indul a szeretet? Azzal, hogy befogadom a másikat. Emlékeztek erre? A befogadással, elfogadással. Ők nem lesznek erre képesek, de emiatt nagyon fognak szenvedni. És ez ott a fogantatás során eldőlt. Ha apa és anya szeretik egymást, és babát is nagyon akarnak, és azért sportolnak együtt jó szorosan, hogy legyen baba, na az fogja érezni, hogy őt akarják, hát ő neki mindenki szereti őt, hát ő jó. Még a nagyszülők is ugyanegy várták, majd na mikor jön a baba, hajrá, hajrá. Na, akkor még jobb boldogabb lesz, mert a külvilággal is azt fogja megélni, hogy hát ő neki minden tökéletes és jó, mert mindenki szereti őt. És az ilyen embereknek, mint kés a vajban, így megy az életük, a karrierjük, és jól érzik magukat.
Miért? Mert el tudnak fogadni. Be tudnak fogadni, tudnak kapcsolódni. Értitek? Nekik ez nem egy harc és szenvedés, hogy emberek közt kell élni. Jó? Innen dől el az is, hogy mennyire leszel introvertált vagy extrovertált. Gondolom sejted. Vagy mennyire leszel humán vagy reál érdeklődésű. Aki az érzelmektől menekül, az humán érdeklődésű. Bocsánat, az reál érdeklődésű. Aki az érzelmekkel jóba van, az meg humán érdeklődésű. Nem tudom, hogy értitek-e. Jó? De ez akkor is eldől, amikor például anya nagyon akar gyereket, apa meg nem nagyon, vagy nem akar. Ha anya akar gyereket, az humán lesz. Ha apa akar gyereket, anya meg nem, az meg reál lesz. Jó? Tehát ez is itten ott beleteszi. Ugyanakkor az is belekerül, hogy ha anya szeretne gyereket, akkor a női nemmel jó lesz a kapcsolata a gyermeknek, illetve később a felnőttnek is. Ha apa meg nem, akkor meg a férfiakkal nehezen fog szót érteni, nemtől függetlenül. Értitek? Itt benne lehet az is, hogy fiút akarnak, vagy kislányt. Összejöttek, szerelmesek, ó, jó lenne egy gyerek. Te mit szeretnél? Ó, én fiúkat. Ó, én kislányokat. Sőt, jön az apuka, anyuka, tehát a nagyszülők is, hogy fiam, gyerek, az csak is fiú lehet, mert a másikat nem is fogjuk névre venni. Érted? És akkor ott van ez az elvárás. És tegyük fel, hogy mindenki fiút akar, és jön egy kislány. Na, ő lesz majd a leszbi. Mert ő nem fogja elfogadni soha azt, hogy ő nőnek született, ő neki kisfiúnak kellene lenni. Ezért kisfiús játékokkal szeret majd játszani, kisfiúsan öltözni, és egyébként meg a fiúkkal játszik, és nem papás, mamás, meg nem babázik, hanem mit tudom, kis autózik. Ilyen furcsa dolgok. És aztán egy ilyen inkább férfias nővé cseperedik, vagy épp fordítva, mikor megszületik a kisfiú, pedig meg volt mondva, hogy kislány kell, mert most már kell egy kislány is, a harmadik vagy tizedik fiú után, és akkor megszületik a kislány helyett a kisfiú. Na most ő lesz az, aki inkább ilyen meleg érdeklődés és meleg dolgokba fog belenyúlni. Nem mondunk ilyen csúnyát, mert most tudod, van ez az LMBTQ, nem szabad csúnyán beszélni. És ő inkább ilyen szivárványos fiú lesz, inkább lányos játékokat játszik, a lányokkal tud nagyokat beszélgetni, velük jön ki, és szeret egy kicsit olyan, nem mondom, hogy lányosnak öltözni, de hát ilyen érdekes színeket szeret, és... Furuljázik. Jól tudja, úgy látszik, van valami tapasztalat. Ami a lényeg, ő elcsúszik ugye az azonos neműek felé, és nem az ő hibája, értsétek meg. Tehát most kutatják, hogy genetikailag van-e ilyen, mert az nekik egy nagyon nagy előny lenne, ha ki lehetne mondani, ó, hát az, hogy én most meleg vagyok, ez genetikai. De nem így van, nem találták még meg a genetikai összefüggést, akárhogy is keresik. Körülbelül 2 havonta van egy ilyen vizsgálati bejelentés, hogy ilyen és ilyen kutatás, és megint nincs meg a genetika. Nem fogják megtalálni, mert ez egész egyszerűen pszichológia. Akármilyen furcsa. Az, hogy milyen neműnek várják a gyermeket, a fogantatás pillanatában ott lesz. Ha ők úgy vannak vele, hogy mindegy csak egészséges legyen, az már egy ideális eset. Tökéletes talán az lenne, ha fiúnak várnák és fiú lenne, vagy lánynak várnák és lány lenne, de igazából az a legjobb, ha ebben a szülő tud, mer semleges lenni. Jó? Vagy meleg pár vállal a gyereket, akkor mi lesz azzal a gyerekkel, ha várták is meg? Őnek a sztoria nagyon érdekes. Tehát először is, hát valószínűleg nem a saját szülők nevelik, vagy csak félik. Ez ha tetszik, hanem ez egy elutasítottságot okoz. Zavart fog okozni, mert a másik nemű felnőttekkel és emberekkel később nem tud kapcsolódni. Tehát ha 2 férfi neveli föl, és mondjuk az egyik férfi azért belejátszott a történetbe, akkor legalább apukája van. De az igazi anyuka, hogy nem lesz ott, neki ez egy állandó elvetettséget fog, hiányt fog okozni. Ez egy nagyon komplex, nagyon sokszor depresszióval és nagyon sokféle betegséggel járó pszichés állapot, ami tudatalattiban végig ott fog neki egész életében mutatni, ha csak nincs kioldva. Azonban a meleg családok esetében általában örökbefogadnak. Az örökbefogadott gyerekeknek alapban az elvetettség egy komoly problémája. Mert a szülők ott hagyták. Meg lett szülve, oké, de onnantól ott van hagyva. Ez egy olyan és igen sokféle pszichés terhet jelentő állapot, amiből nagyon-nagyon nehéz kijönni.
Tehát oda tényleg nagyon sok munka kell, és pszichoterápia, hogy az ilyen gyerekek az önértékelésüket, az önelfogadásukat, a szeretet elfogadását meg tudják élni. Mert ők eleve úgy vannak, például, amikor minél jobban elkezdik őket szeretni, vagy ők szeretni valakit, és megérzik annak a mélységét, akkor elmenekülnek. És ha nem tudják, hogy örökbe fogadták őket, mert van ilyen. Akkor is megéri. Ez benne a döbbenet. Akkor is küzd vele. Igen, csak ha kiderül, akkor ha kiderül, és nem, és később felnőtt, főleg mástól tudja, az még rosszabb. Tehát az a legjobb, ha ez el van neki mondva. El van mondva, hogy figyelj, örökbe vagy fogadva, de mi téged szeretünk. És úgy szeretünk, mintha miénk lenne. És ez nagyon fontos, hogy ebben a tudatban és ebben a szeretetben nőjön föl. De ha kiskorban már azt látja, hogy nem jönnek ki a szülők, nem stimmelnek a szülők, veszekedés van, csalás, ide-oda, félre, jobbra, balra, bioszex, ugye, ahogy mondani szokták, akkor ők nagyon-nagyon sérülnek. Még súlyosabban sérülnek. Jó? Igen? Statisztikák szerint 10% a gyerekeknek kapuk fiókat, tehát anyuka, csak nem a férj az apuka. Náluk is ez sajnos működik. Bizony. Érzik. Még ha nincs is kimondva, tudat alatt, felnőtt korban is ez komoly zavarokat tud okozni. Bizalomhiány. Nem tud bízni. Például apuka az nem az igazi, ő úgy nő föl, hogy nem fog tudni a férfiakban bízni. És ha mondjuk ez egy hölgy, akkor a kapcsolatait tönkre is teszi ezzel, mert nem fog tudni a kapcsolatokban bizalmat kiépíteni, mert a tudatalattiban van mindig egy ilyen bizonytalanság, és van mindig egy ilyen félelem, egy ilyen leblokkolás újra és újra, amikor beleengedné magát a kapcsolatba, hogy nem lehet megbízni, hogy valami nem stimmel, nem tudja megfogalmazni, hogy mi, mert nem tudja, érted? Hiszen pici volt, nem lett elmondva. Egyébként a transz állapotokban, amikor lemegyünk és abban oldásban dolgozunk, vagy akár egy hipnózisban is, ezek kiderülnek egyébként. Nagyon keményen kiderülnek, és amikor ezek kiderülnek, utána tud feloldódni. De utána az még egy hosszú munka, az a pszichoterápia része, hogy a gondolkodást helyre rakni erről. Hogy én nem vagyok kevesebben miatt, hogy meg lehet bízni a másik nembe, és így tovább, és így tovább. Ezt meg kell tanulni. Jó, a pszichoterápia egy legfontosabb feladata, hogy megtanulja, hogy jó, oké, volt egy defekt, kiderült egy probléma, de most erre a problémára adott korábbi gyermekkori reakcióinkat hogy írjuk felül? Hogy struktúráljuk át, így szoktuk mondani. És azt már bizony nagyon tudatosan végig kell csinálni, ez nem egy könnyű feladat. Transz állapotban vagy könnyebb vagy gyorsabb. Jó, hipnózisban megint nem olyan gyors, mert ott nem te mondod, hogy mi legyen, hanem a terapeuta. A transz állapot és a hipnózis közt az a különbség, hogy a transz állapotban te magad ismered fel a dolgot, és te magad programozod át úgymond az elmében, ezért sokkal gyorsabban lehet vele haladni. De akkor is azért ez akár több terápiát is igénybe vesz. Akkor ezek szemben az oldás elég, ha egy ilyen transz állapotba kerül az ember? Hát igen, a transzban szoktunk oldani, ez egy téta állapotot jelent, egy megváltozott tudatállapot, olyankor nem kutyorog bele a ego, nem kutyorog bele az elméd, nem fog reagálni és viszonyulni, tehát félelemekkel, indulatokkal, egyebekkel nem reagálsz, és szépen semleges külsőként ezeket megérted, elfogadod és fölülírod. Jó? Ez erről szól, ez egy módszertan. Egy kérdésem, mert ez most komolyan gondolkodtatott, hogy mondtad, hogy ezek az ilyen egy irányba haladók, tehát mondjuk a saját neméhez vonzódó. Hát én évekig dolgoztam művészekkel filmiparban, és mitől van az, hogy bizonyos területeken hemzseg? És az volt a legérdekesebb, amit én tapasztaltam, hogy mindegyik nagyon-nagyon kereste a társámat, és hogy elbeszélgetett vele, és soha nem voltam ilyen beállítottságú. Hogy ebbe a műfajba vonzódnak? De ilyen speciálisan a művészek, és most nem nevesítem. A művészet és a sportvilág mindig könnyebben befogadta ezeket az embereket. Jó, ez mindig is így volt. Tehát ha megnézitek a korábbi civilizációt, akár a rómait, a görögöt, ugye amiben van sok följegyzés, ott is ezek le vannak írva, és minden nagy kultúra bukása előtt ezek felszínre jönnek. Elgondolkodtató, de most nem is ez a cél, hanem az, hogy ezek az emberek, tehát én nem ítélem meg őket, mert nem a hibájuk, érted? Meg ez nem is az a kérdés, hogy most hiba vagy nem, defekt vagy nem. Ha ők jól érzik magukat, meg szeretik, nyugodtan éljék meg. Tehát el tudok mindenkit fogadni. Olyannak, amilyen. És ahogy dönt e felől. De ha megtudja az igazságot, hogy tulajdonképpen ez egy ilyen témakör, és egyébként nálunk voltak oldáson ilyen, még párok is, tehát lányok is, fiúk is, akik egymást szerették, és általában coming out-oltak. Tehát kijöttek utána ebből, illetve a másik nemmel is tudtak már kapcsolatot létesíteni, de
amíg nem tudnak erről, addig ebbe vannak. És nem mindegyik boldog ebbe. Ez a legrosszabb. Viszont vannak, akik meg igen. Tehát volt olyan is, mi ezt szoktuk mondani egyébként az oldás szemináriumok, az oldások előtt, hogy figyelj, ebből lehet coming out. Fölkészültél rá? És akkor volt, aki azt mondta, hogy hát ő neki ez így jó, meg ő szerelmes a fiújában, és akkor mondtuk, hogy jó, hát akkor ennyi. És akkor nem erőltettük, jó? Megcsináltuk neki más oldást, nem ezt a gyermekkori dolgot, nem a születési vagy születés körüli oldást csináltuk meg, hanem más oldásokat. Tehát ettől még lehet rajtuk segíteni, hogy ne szenvedjenek. Tehát önmagában ez nem megítélendő, én ezt szeretném hangsúlyozni. Mert minden embernek a saját életét élni, az ő saját feladata, mi nekünk meg szemlélődni a feladatunk, elfogadni őket, és szeretni úgy, ahogy vannak. Jó, tehát én ezért ezt leszögezem. Vannak olyan szakmák, a művészeti szakmák, tánc, bizonyos sportszakmák, ahol sokan vannak ilyenek, mert az ő lelki adottságuk abban a szakmában előnyt tud jelenteni. Például egy művészeti szakmában, ahol bele kell élni magad különféle helyzetekbe, meg folyamatokba, ott a lelki finomság az tud segíteni. Tehát például a férfiak, akik melegek, azok lelkileg viszont sokszor jobban érettebbek, finomabbak, mint az átlag férfi. És ott például ez előnyt tud jelenteni, például egy film szakmában. Tehát azért mondom, hogy persze lehet valaki finom annélkül is, hogy nem zárja így le magát csak egyik vagy az ellentétes fél, vagy nem ő emberek felé, de ez egy más kérdés most. Ők egyszerűen így fejlődnek, és ebből az előnyből fakadóan gyűlnek össze bizonyos szakmákba, és ezt is el tudom fogadni. Tehát én úgy vagyok ezzel, hogy az, hogy a hálószobába ki mit és hogyan, az az ő szabadsága, meg a párjának vagy a kapcsolatrendszerének legyen a szabadsága, és abban meg kell engedni, nincs ezzel semmi baj. Jó? Hát eredetileg a ős társadalmakban nem voltak ilyen tabuk, mint ma. Család se volt. Tehát az ősi társadalmakban úgy működött, mindenki mindenkivel, épp akivel jól esett, de nem lettek szerelmesek, meg nem volt ez a kötődés, és a gyerekeket közösen nevelték. Mindenki anyukája, meg apukája volt. És minden gyerek, mindenki gyereke volt. Értitek? Tehát ez így működött. Jó? Ezzel sincs semmi baj. Az emberi társadalom elméletileg erre van teremtve. Tehát ilyen berendezkedésre. Tehát ez a pszichológia is mondja, hogy hát ugye elméletileg minden ember biszexuálisnak születik, és így tovább, és így tovább. Ez képest ma ugye egy olyan társadalomban élünk, ami a vallások miatt ítélkezik minden nem családos szemlélet ellen, vagy fölött. Jó? Tehát... De a gyereket is mindenki nevelte? Vagy igen. Igen. De akkor kié volt a gyerek? Na, sokszor nem is tudták. Mindenkié, értsétek meg, ott így működött, kész, pont. Volt Indiában volt ilyen társadalom, amit ezt újra meg újra megpróbálták. Tehát sokszor előfordult ez, nem csak az ős közösségekben. Indiában például a tantrikus társadalmak, azok erről szóltak. Érted? Tehát ott a maga a társadalom így épült föl. Jó, persze emiatt hamar le is igázták őket, de az egy más kérdés a történelem. Jó? Viszont volt erre többször is úgymond kísérlet, és tudjuk, hogy működtek. Tehát működtek. Nagyon szép emlékeket hoztak létre, nagy teljesítményeket. Én azt szeretném kérdezni, hogy ha mondjuk valakit nem lehet, akár férfi, akár nem, később aztán gyermeket vállal, hogy ki tud teljesedni, hogy ezek valamilyen szinten felül tudják érni ezeket? Hát csak nem igazán. Mondom például, próbálkoznak, mert szeretnének gyereket. Aztán 2-3 hónap múlva feladják, hogy hát nem jött össze, és akkor már nem próbálkoznak, akkor már nincs bennük úgy ez, hogy akarnak egy gyereket, hát már lesz mindegy, hogy lesz-e. Eljutnak a mindegy állapotba, és beugrik a baba. Ez a baba úgy fogja érezni, hogy őt nem akarták. Tehát ez ott lesz a program, ott lesz sajnos. Jó, hiába tesz, hogy mindent megörül neki utólag, valamennyit lehet, hogy kompenzál, de alapban marad mindig a tudat alattiba egy ilyen defekt. Ezt ilyenkor mindig föl kell írni. Mert egyébként, most legyünk nagyon őszinték, ki születik le, és kinek az akaratából? Tudtok erre válaszolni? A szellem születik le, a szellem hozza létre azt az egót. A szellem dönti el, hogy mikor, nem a szülő. Tehát te gyakorlatozhatsz évekig, ha a szellem már kinézte a 3 év múlva január 4-ét, ő meg fogja azt várni, érted? És majd akkor foganik meg, és ha te akkor épp nem jössz össze, mert mit tudom én, ma fáradtak vagyunk, akkor majd összejön holnap. Nem tudom, hogy érted-e. Tehát így működik a szellem, meg a fogantatás. És ő azt szerint fogja megnézni egyébként, hogy visszafele számol.
Tehát a 9 hónap mikor jár le nagyjából, és attól számol visszafele, hogy akkor mikor kell megfogadni. És van, hogy éveket vár erre egy-egy szellem. És ilyenkor például a nő aurájában már látszik, hogy ott vannak a csillámok, hogy jön majd a baba. Ilyen nagyon érdekes dolog. Illetve akik így látják a szellemeket, azok látják, hogy ott van, ott vár már egy kisfiú, vagy egy kislány, vagy mind a kettő, hogy hú, lesz ám gyerek. Hm? És lehet, hogy évekig látszik, hogy ott lesz, ott lesz, ott lesz, és nem jön. De amikor eljön a pillanat, akkor viszont megfoganik. Értitek ezt a mechanizmust? A szellem dönti el, nem a szülő. Nem a szülő. Hát hány olyan szülő van, aki lombikozik? Egyiket beültetés a másik után, és mindig elmennek a babák. Érted? És amikor nincs lombik, akkor meg teherbe esik. Hallottatok már ilyen sztoriról? Miért? Mert a szellem dönti el, értsétek meg, nem a két fel, nem az egóunk dönti el ezt a dolgot. Hiába vagyunk jó szülőnek valók akár, nem mi döntjük el. Mi ezzel úgy vagyunk, hogy tök jó. Nekem több ismerősöm is van, aki így járt, és minden esetben autista lett a gyerek, az miért van? Mert már nagyon meg van piszkálva az a környezet, amiben beleszületik. Tehát ugye, amikor beültetés után adnak mindenféle szereket, hormonokat, egyebeket. És azok befolyásolják az agyi fejlődés sajnos. Tehát, hogyha nem születik a baba egy családban nagyon szeretni, akkor az anyát kellene elkezdeni oldani azoktól a dolgoktól, amik a vágyat... Anyát, apát is ki lehet oldani, vagy egyszerűen csak váljanak el, mert nem egymásnak valók. Mert egyébként van olyan ám, hogy jönnek hozzánk, hogy csináljunk nekik babát. Rosszul mondtam, szóval... adjunk már valami terápiát, hogy legyen baba. Jó, ez rossz. Van egy pár babánk már így. Tehát pár babát már így csináltunk, csak így szoktuk viccesen mondani, hogy csináltunk még egy babát, mert a szülőket össze kell hangolni. Tehát a szülők biológiailag, lelkileg és mentálisan nincsenek összehangolva, akkor az megnehezíti önmagában a fogantatást is. Ha ez viszont megvan, ez az összehangolódás, és ennek vannak azért trükkjei, akkor onnantól kezdve könnyebb a fogantatás. De viszont amikor mi ezt látjuk, hogy jön a két szülés, hogy hát ezeknek semmi keresni valójuk nincs egymásban, akkor mit tudsz csinálni? Hát akkor kénytelen vagy megmondani, hogy jó, át. És ha elválnak, akkor rögtön a másiktól. Volt ilyen is, igen. Szétmentek. Figyelj, fél év múlva már jött a baba az új partnertől. Egyiknél is, másiknál is gondolom. Volt olyan is, ilyen is, olyan is. Megvan, hogy csak az egyiknél. Érted? Mert nem, oda nem tudott leszületni. De figyelj, volt olyan, mi is láttuk, hogy ott a baba. Jönne a baba az anyukához, vagy jönne egy baba az apukához. És az Istennek se jött össze. Pedig úgy erőködtek. Láttuk mindegyiknél, hogy... De az is rájött, látható volt, hogy nekik nem egymástól fog jönni a baba. És volt olyan, amikor megmondtuk őszintén, figyelj, mi ezen nagyot vajuttunk, de az a helyzet, hogy mi ezt így látjuk. Legfeljebb megköveztek. Nem kell fizetni. Elmondtuk a véleményünket. Rá pár hónapra szétmentek, és először a fiúnál, utána meg a lánynál, az új kapcsolatban mindegyiknél megjött. Tehát ott volt az a baba, csak nem egymástól tudták lehozni őket. Nem tudom, hogy érted-e. Jó? Tehát erre mondom azt, hogy a szellem dönti el, nem az egók. Jó? És az inszeminációval fogalmi babáknál milyen traumákat tudnak lehozni? Megfelelési kényszert. Igen. Tehát, hogy ők nem a saját dönt... Egyébként ez egy nagyon érdekes dolog, mert azok a szellemek, akik ezt bevállalják, általában... olyan szellemek, akik direkt keresnek helyet, ahol leszülethetnének, és mindegy, hogy kihez születnek, nem tudom, hogy érted-e. Tehát ott nem a szülő meg a családba való becsatlakozás a lényeg, nem egy szellemcsoport részeként leszületni a lényeg, hanem valami miért ők mindenképp le akarnak születni. Jó, ezek sokszor nem mindig olyan tudatos szellemek, hozzáteszem. Tehát nem olyan magas szintű darmával rendelkeznek, vagy nem annyira spirituális emberek lesznek ezek a gyerekek. Jó, tehát... Látszik, 3,5 éves, igen. Inkább ilyen gyakorlat. Igen. Tehát az anyagi világért születik ő le, hogy azt tanulja. Az abban tegyen majd, vagy csináljon valamit, vagy korrigáljon valamit előző életekből. Tehát vannak ilyen szellemek, akik itt vannak, és lecsapunk gyorsan, az a beszület. És az nem az számít, hogy most ők a szülők hogy vannak. Nagyon sokszor láttam olyat is, hogy van gyerek, vagy akár ikrek megszületnek beültetés után, aztán pár évre a szülők meg szétmennek. Tehát, hogy kiderül, hogy még sincsenek olyan összetartó ereje, tudod? Tehát még ilyet is láttunk. Jó? Majdnem megtörtént, igen. Uh-huh. És amikor vannak ezek a friss kapcsolatok, vagy alkalmi kapcsolatok, és olyankor
nagyon gyorsan megfogan egy baba. Ó, hogyne, ez is. Mikor valakihez le akar születni a baba, és nagyon le akar születni, akkor lehet, hogy egy egyészakás kalandból is, de már. Uh-huh. És ez az apára, vagy az lehet, apára? Ez is, az is. Bármely. Bizony, bizony. Nem tartom jónak a mesterséges megtermékenyítést feltétlenül. Tehát nem feltétlenül tartom jónak, nem fogunk ellene mondani semmit, ha valaki ebbe hisz, tegye meg, csak hát szellemileg, spirituálisan nem feltétlenül indokolt. Nem tudom, hogy értitek-e. Tehát spirituálisan nem indokolt. Egy. Kettő. Nem tartom jónak az abortusz sem. Az abortusz az akármi, akárki, akármi, az gyilkosság. És például, amikor megfogan egy baba, és abban a méhben már volt abortusz, abban a babában lesz egy halálfélelem. Tehát mindig, és az egész családban mindig lesz egy félelem. Tehát ők azok, akik ilyen riadós babák, meg ilyenek, tudod. Alszik, alszik, de mindenki is zajra fölriad. Ismertek ilyen babákat? Jó? Tehát ahol történt már abortusz, ott a baba érezni fogja, hogy itt valami halálszaga van a dolognak. És lesz benne egy állandó stressz, hogy ő nincs biztonságban, és később a családban sem fogja magát biztonságban érezni, és nagyon sokszor az ilyen gyerekek az anyukát mellett nem tudnak megnyugodni, vagy nem érzik a biztonságérzetet, és inkább apához fognak húzni. Nem tudom, hogy értitek-e. Jó, tehát ez is egy veszélye. Tehát ha volt, amikor ez a művi vetélés, jó, amikor egy baba el akar menni, mert olyan is van, hogy a szellem megéri azt, hogy a fogantatás megéri a szellem, számára a fogantatás az egy nagyon-nagyon intenzív és gyönyörű élmény. A fogantatás meditációkban azt szokták megélni, hogy egy végtelen nagy, végtelen érzékelsz és látsz, végtelen sötétet, és egy szivárvány csúszdán így egyre kisebb átmérő, mint egy kúp lenne lefele, és abban, hogy oldalt van egy csúszda, amiben csúszol egyre gyorsabban, ezt szokták megélni. Jimmy és a csodalámpa mese ismerős, ott annak a rajzszínnek az elején ott van benne, ez nagyon sok gyerek álmodja meg gyerekkorába. Jó, tehát a fogantatási meditációkban ilyen érdekes élményeket szoktak megélni, de ez egy hihetetlen jó élmény. És tudja, hogy megy le a sötétbe, a végtelenbe, és majd egyszer véget ér ez a csúszda, és akkor megtörténik a fogantatás. Tehát van benne egy ilyen mondjuk így, hogy jó értelembe véve stressz élmény a szellem számára, de ez neki nem stressz, de inkább olyan, ki, nem tudom, bungee jumpingozni már csinálta valaki? Vagy ejtőernyő szabad esés, nagyon nagy élmények ezek. Na szóval, nekem egy nagy kaland, mert ez egyszer volt egy exem, aki ezért szakított velem, meg kipróbáltam a bungee jumpingot. És megmondta, hogy ha én ezt megcsinálom, akkor fú, az veszélyes, azt nem szabad. Hát én ugye már csak azért is. Annyira éveztem, hogy mindjárt kétszer visszamentem, mert először úgy álltam ott a daru szélén, hogy hát biztos bírem, meg így a gumi, meg úgy a izé. Aztán már lelökött a csávó, hogy menjek. Aztán annyira jó, hogy még kétszer megéltem. Na szóval egy kicsit ilyen élmény ez. Úgyhogy ajánlom figyelmetekbe az ilyen kalandokat. és a szellem számára ez egy nagyon nagy élmény, és akármilyen furcsa, nagyon sok szellem megéli. Tehát nagyon sok szellem van, mielőtt rendesen megfogan, előtte még kétszer-háromszor ezt eljátsza, megfogan a kinézett anyukába, és elmegy a következő menzesszel. Tehát észre se veszi anyuka. Tehát kitisztul. Jó? Tehát ilyen, ezek előfordulnak, és amikor már megéri, hogy na, akkor itt van, hú, de jó, akkor már nem játszik, akkor végigcsinálja szépen azt, és megnő, és baba lesz belőle, meg felnőtt. Jó? Igen? Egy olyan kérdés, hogy ha volt abortusz egy anyanéve, de mondjuk a későbbiekben volt ilyen művületélés az anyának, hogy ez a méhnek az energetikáját esetleg tudja kicsit korrigálni, vagy nehogy Isten elvinni, vagy másítani, vagy javítani? Mondom, a természetes vetélés nem hagy hátra ilyen negatív élményeket. Az marad. Nem viszi el. Az anyukának kell megélni egy komoly oldást. Jó? Mert nagyon sokszor egyébként az így elvetett gyerekek, vagy éppen csak a spontán vetélésnél is az elmenő babák azok ott maradnak anyuka órájába, kis szellemük. És nagyon sokszor ott marad, ha nem is a szellemük, de a asztrál lenyomatuk ott marad az anyuka aurájában. És ezeket szépen ki kell tisztítani, erre is vannak gyakorlatok, módszerek, mert egyébként a látók látják is ezt, tehát akkor ezeket ki kell tisztítani, mielőtt egy új babát szeretnél beengedni.
Jó, tehát a nőknél ez egy komoly felelősség, mert volt két spontán vettélése, vagy volt egy abortusza, vagy kettő, vagy nem tudom mennyi, és utána meg ha akar, se jön a baba. Pedig egészséges, megnézeti magát, azt mondja a doki, hogy egészséges minden, de nem jön a baba csak azért se. És azért nem jön, mert ezek a korábbi esetek nincsenek még kitisztítva. Tehát az asztrál lenyomat, vagy akár a kis szelleme még ott van a meg nem született babának. Jó, és ezeket ki kell tisztítani, ez egy feladat, ez is beépül, de ez az anya mátrixában van elsősorban, és amikor ott megfogan az baba, akkor ő érzi, hogy anyában még milyen rezgések vannak, hogy nincs egyedül, és egy olyannal van együtt, aki ott meghalt. Érted? És ez okozza neki ezt az állandó szorongást, félelmet, amit aztán visz végig majd az életébe. Jó? És ez a megtermékenyült fetesejtre, ami elmegy a valakitől, mert mégsem... Nem, ez nem a megtermékenyült petesejtről szól, hanem az embrióról, amelyik már elkezdett kialakulni, emberré válni. Ami, igen, ez úgy működik egyébként, hogy amikor megtörténik a fogantatás, tehát a hímivarsaj szépen úgy bemegy a petesejtbe, bebújik, az befogadja, és utána elindul egy folyamat. Ha nem tud elindulni a folyamat, akkor leválik és simán távozik. Ha el is indul a folyamat, az történik, hogy van két DNS szálunk, ami szépen elkezd összefonódni, az a két DNS szál, és szépen egybefonódnak. Jó, ez egy-két nap, 48 órán belül lezajlik, és ha megvan az összefonódás, felszívódik, eltűnik a petesejtből a DNS, tehát ott van utána 72 óra, 3 nap, amíg nem lehet látni, mikroszkóp alatt láthatatlan ez az összefonódott kettős DNS, majd pedig a 72. óra lejártával megjelenik egyetlen egy DNS, ami már az embriónak a saját DNS-e lesz, és amire aztán a sejt szaporodás elindul. Jó? De ebben az időszakban bármikor el tud úgy menni, hogy akkor még semmi ilyenről nem beszélünk. És utána van egy jó pár hét, amíg a fejlődés nekiindul. Ebben az időszakban az embrió fejlődése a teljes evolúciót végigjárja. Teljes evolúció. Tehát vagy hal is, béka is, kígyó is, szőrös is, meg tollas is, meg minden, amit el tudsz képzelni, hüllő is, meg emlős a végén, és a legvégén alakul ki az emberi embrió. Nem tudom, hogy értitek-e. És gyakorlatilag az emberi test, mire kialakul, mire ő lehet látni, hogy ez egy humán baba lesz, az a harmadik hónap vége. Pedig akkor már azért egy kicsit olyan, jól megformált baba. És amikor ide eljut, a harmadik hónap végén fogja először a szellem, a fénytest elfoglalni ezt a pici kis testet, gyakorlatilag leteszteli, hogy a meridiánok, a nádik jól működnek-e. Mert a fénytest, annak nagyon szép ilyen ideonszálai, fényszálai vannak, és ezeket a fényszálakat így a nádikba, a meridiánokba szépen úgy bele szövi, bele engedi, és így gyakorlatilag leteszteli. Jó, tehát amikor még így az első három hónapban elmegy a baba, az teljesen tisztán a szellem döntése, nincs ez semmi baj, előfordulhat, előfordul sokszor, vagy akár az egész elején még megtörténik ez. Jó? Ha valami nem úgy alakul, valamit meggondolja magát, van valami, amit nem sikerül jól összefonni ebbe az energetikai rendszerbe, amiből az ember lesz, meg ennek a kémiájába, akkor elmegy. Jó? Ezek még ilyen természetes dolgok, el kell fogadni. Mindig ikerterhességgel indul a terhesség. Mindig ikerterhességnek indul, de itt is ez van, hogy az első pár hét alatt felszívódik. Azért, mert amikor látja, hogy sikerült összerakni az egyik testet rendben, akkor a másik felszívódik. Jó? Tehát ez egy természetes folyamat. Néha később szívódik föl, amikor már létrejött a szívverés, meg a egyéni idegrendszer, és amikor már ennek a kialakulása után történik meg, hogy az egyik baba egyik iker felszívódik, a másik érezheti ő neki a hiányát. Van ilyen is. Van ilyen is. Jó? Ez az elveszett iker szindróma. Ezt a pszichológia nagyon is ismeri, illetve ha a Hellinger féle családállításról hallottatok, ott nagyon sokszor, mikor ilyen fogantatás, illetve a 9 hónapot modellizálják újra, ott ez előjön ez a kérdés. Ez nagyon sokakban van egy hiányérzet. Mintha mindig magányos lennék. Tehát a magányérzet. És keresték, hogy mi okozza olyan sok emberben ezt a hiányérzetet, a magányérzetét, és kiderült, hogy az elveszett iker szindróma van mögötte, tehát ő nem egyedül indult az életbe,
És ezt érzi, hogy ott még kéne legyen valaki. De most nincs itt, és hiányzik. És ez kicsi kortól felnőtt koron keresztül ez így elkísér. Utána meg eltűnik. Tehát megcsinálnak erre egy családállítás. Elég sokszor csak tudatosítani. Jó? Ez ugyanúgy, hogy transzban is, amikor így ezt megéljük a fogantatástól a születésig, ezt az első 9 hónapot előjön, akkor értelemszerűen ott is elengedjük ezt a történetet. Ja. Az emberi genom tartalmazza a Földön található összes növény és állat genomját. Ebből tudjuk, hogy az emberi faj egy olyan faj, ami mindent meg tud enni a Földön. Ez az egyik dolog. Tehát bárhol, bármikor megélsz, amíg van növény vagy állat. Vagy másik ember. De most erről hagyjuk inkább ezt a témát. És tulajdonképpen az emberi genom lehetővé teszi, hogy mindenféle körülmények közt az ember tudjon élni a Földön. Tehát tudjon a sarkvidéken is ellenni, de tudjon mondjuk a trópusokon is ellenni. Érted? Tehát ez egy nagyon összetett, nagyon érdekes, nagyon izgalmas kutatási téma egyébként a genetikába vagy a genomba. Hát mit tudom, 65%-ban banán vagy, és 99%-ban muslica. És amikor ezt így el szoktad mondani, hogy na hát a banán is én vagyok, meg a muslica is, ártani egyik sem árthat. Banános muslicás vagy. Ezzel a bor kitenyésztésnek a következménye egyébként. Nem, így vagyunk megteremtve. Hát ez ja, minden bizonya. Minden bizonya, persze. Ez tehát mi vagyunk a csúcsragadozó. Persze. Az a lényeg, hogy amikor gyilkosság történik, akkor a gyilkos és az áldozat szelleme megegyeznek, hogy a két ego ezt megéli. Érted? Előre megegyeznek ebbe. Jó, tehát az a szellem, amelyik bevállalja, hogy majd kaparás lesz a vége, az bevállalta ezt a dolgot. Tehát nem és mondjuk az anyukát se lehet elítélni, mert tudatlan, érted? Valamiért erre a tapasztalásra, erre a tudásra szüksége van. Ennek nagyon sok oldala lehet, nagyon sok háttere, akár előzőletekből fakadóan, vagy egyéb más megtapasztalás, tanulás miatt. És ő tovább menni? Van, amikor tovább menni, van, amikor... Ilyen, sokszor általában visszajön, persze, visszaszületik. Tehát van olyan is, hogy volt egy abortusz, és akkor a szellem megvárja, és visszaszületik anyukához. És akkor meg megszületik. Tehát van ilyen is sokszor. Jó, tartsunk egy szünetet. Szóval.